az embert, meg az állatnál is próbálja bejósolni, mi fog történni, hogy akkor tudjunk alkalmazkodni a környezethez. És az egész ilyen intuitív rendszer is tulajdonképpen a bejóslásokról szól. És pontosan itt lehet egy komoly probléma, hogy a evolúciósan, ha nézzük az embert, vagy mondjuk a primátákat, akkor ez a készségtanulás, intuitív tanulás, stb. Ez mondtam, hogy 12-es kor előtt nagyon, nagyon jó, és azért nagyon jó, mert valójában, ha megnézzük a primátákat meg az embert is, egy ilyen ősi közösségben mondjuk több ezer évvel ezelőtt, amikor a Homo sapiens kialakult, akkor nem nagyon történik semmi 12 éves kor után, ami más lenne, mint gyerekkorban. Tehát mindent megtanulsz, ami kell, a szociális viselkedést, a beszédet, azt, hogyha a bokor mögött jöhet egy tigris, vagy hol van a táplálék, stb. És nem történik, nem kell új dolgot tanulni már 12 éves kor után, csak azt, amit használunk, azt kell használnunk az adott szavannán, vagy dzsungelbe, stb. Nem lesznek ilyen nagy változások. Nem. Nincs szükség nagy analitikus gondolkodásra a helyzeteknél. Igen, mert amit gyerekkorban minden megtanult. Igen. Most az a probléma, és pont itt jön a félrevezető, hogy állandóan változik a világ. Tehát az, hogy mondjuk használok egy operációs rendszert, jön egy másik operációs rendszert, ilyen telefont, vagy más nyelvet tanulok, elköltözöm egy városból, vidékre, vidékről, városba, Romániába, Magyarországra, írtó nagy változások lehetnek, és amit 12 évvel tanultunk, az már nem működik. Tehát, hogy más, tehát az a rendszer, ami arra épül, hogy ez az egész készségtanuló vagy intuitív tanuló rendszer, ami eszmetlen jó gyerekkorban, ez idősebb korban ugye nem működik már jól, pedig a mai világban nagyon gyakran kell új készségeket elsajátítani, és ez rosszabbul is megy.